Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrá vagyok, és ez itt a Nap Híre, és nagyon köszönjük mindenkinek, aki meghallgatja, megosztja a videókat. Tegyék ezt a továbbiakban is, és iratkozzanak fel a csatornára. És a Német csatornára is nyugodtan feliratkozhatnak, osszák meg a barátaikkal, akik tudnak németül, vagy akiknek van bármilyen közük Németországhoz. Nagyon örülnék neki, hogyha nagyobb lenne ott is az aktivitás, de hát nem olyan könnyű terep Németország, mint Magyarország nagyon kemény fejűek a németek, és ráadásul megvan a véleményük, de az a baj, hogy egyébként meg nagyon sok mindent nem tesznek annak érdekében, hogy változás legyen. De hát nem baj, folytatjuk tovább a munkát, és azért van most már egy kialakult jó kis mag, akik rendszeresen hallgatják a videóimat, és ennek is kifejezetten örülök. A mai nap híre ugyancsak egy német témával kapcsolatos, és azért volt több is, ami eléggé esélyes volt, hogy beszéljek róla, mert uh, ugye láttuk azt, hogy újra rájött a, az ügyészség Trump ügyében, hogy a Michael Cohen vágyja azzal kapcsolatban, hogy ő ugye Trump instrukciói alapján fizetett egy pornosztárnak a választási kampányban, hogy az végül is csendben maradjon, az nem volt igaz, tehát Trump erről nem is tudott, és Michael Cohen ezt a saját pénzéből hajtotta végre, de az a helyzet, hogy erre egyszer már rájöttek korábban, és most újra előszedték, és kicsit már fárasztó azt nézni, hogy mindig találnak valami baromságot, amiről aztán kiderül, hogy egyébként Trump teljesen törvényesen járt el. És ugye azért, ha visszaemlékszünk, hogy itt most napokon keresztül mindenki arról beszélt, hogy vajon bilincsben fogják -e elvezetni Trumpot, tehát egészen sérülhelyes az a helyzet, ami kialakult körül a dolog körül. Vagy ott volt Karin Jeanpier legújabb összenete arról, hogy Uganda elfogadott egy melegellenes törvényt, és hogy ezt az amerikai kormány mindenképpen úgy érezte, hogy ki kell fejezze, hogy neki ez nem tetszik, és ugye hiába az emberi jogok hatalmas bajnoka az amerikai kormány, azért mégiscsak beledumál egy legálisan megválasztott, demokratikus úton megválasztott külföldi ország kormányának az ügyébe, akik valószínűleg a helyi lakosság preferenciái alapján hozták meg ezt a döntést. Szóval egészen elképesztő, ami történik mostanában Amerikában, de minden esetre volt egy olyan hír, amitől még sokkal jobban kiakadtam, és erről szeretnék inkább beszélni ugyanis Amerika ennek az országnak az életében is nagyon sokat részt vesz, és folyamatosan beavatkozik, de sajnos úgy tűnik, hogy a németeknek a bénasága az abban csúcsosodik ki, hogy ilyen három és hét év körüli gyerekekre emlékeztető politikusok vezetik őket, akik bizonyos nagyon-nagyon fontos ügyekben szinte teljesen elveszítik a józan eszüket, és olyan döntéseket hoznak, ami egyébként millió életét fogja tökéletesen megváltoztatni. Ugye a Fókusz Online-ban reggel találtam egy hírt, ugye a német csatornára is tallózok folyamatosan és volt benne egy hír, hogy négy hét múlva le fogják állítani a még maradék három üzemben levő atomerőművet Németországban. Ugye volt, ezt már decemberben akarták meglépni, de akkor sikerült Robert Habeket meggyőzni róla, hogy április 15-ig adjon haladékot, hogy még maradhassanak ezek a rendszerben, ugyanis egyelőre nem tudják őket mivel kipótolni, nincsen megbízható olyan helyettesítő dolog, ami egyébként megfelelően környezetvédő lenne. És hát ugye most is felmerült a kérdés, megpróbálták a FDP-s politikusok, akik ugye nagyon fura módon a liberálisok azok, akik egyébként még valamiféle értelmet megcsillogtatnak a bundesztákban. Nagyon ritkán, de előfordul még. Ugye az FDP-sek próbálták Robert Habeket meggyőzni róla, hogy figyelj már, van egy háború, vannak szankciók, ami miatt nem tudunk orosz gáz szerezni, valaki felrobbantotta az északi áramlat vezetékeket, szóval csak nagy nehézségek árán tudnánk gáz szerezni. Az amerikaiak tudnak szállítani ugyan, de nagyon korlátozott mennyiségben. A franciáknak az összes atomerőművük lerobbant, mert milliók tüntetnek az utcán a helyet, hogy az atomerőműveket tartanák arban. És hát kicsit gondba vagyunk, mert ugye, hogyha nem működik ez a maradék három atomerőmű, akkor ez a sok német polgár, akik egyébként minket megválasztottak, ezek áram nélkül fognak maradni lehet, hogy hosszú részekre egy napban. Tehát nem biztos, hogy egész nap áramkimaradás lesz, de azért az előfordulhat, hogy órákig nem lesz áram. És akkor ez a sok nagyon fejlett német polgár, ez majd milyen jól fogja érezni magát, hogy nem lesz villany, meg majd lehet megint sózni a húst. Ja, egyébként nem is kell, hogy húst tegyenek, mert azok is környezetszennyezők, ugye a hollandok is megmondták, hogy ha állattenyésztés zajlik, akkor attól sokkal nagyobb a károsanyag kibocsátás, ezért akkor lehet, hogy nem is kell az a hűtő. Ha a sárgarépát a homokba elvermeled, az úgyis el van ott egész télen, szóval minek tényleg a hűtő? Na mindegy, szóval félre a szarkazmussal az a helyzet, hogy az FDP megpróbálta meggyőzni Robert Habeket róla, hogy mégse zárják ki ezt a három atomerőművet a rendszerből, hanem még hosszabbítsák meg úgy, hogy még ez a 23-24-es tél ezt talán még férjen bele. Na most, ami miatt tényleg nagyon-nagyon kiakadtam, az Robert Habeknek a válasza volt, ugyanis kb. olyan érzése volt az embernek, mintha a három éves gyerekét nézné a barátaival a homokozóban, akik vitatkoznak egymással, hogy akkor most leromboljuk ezt a homokvárat, vagy ne romboljuk le. És Robert Habek kb. annyit válaszolt az FDP-nek erre az egészre, hogy nem. Tehát nem volt igazából emellett semmilyen érv hogy hát emiatt vagy amiatt nem lenne jó, hogyha ezt meglépnénk, és hogy gondoljatok bele, hogy ez és ez a dolog, ez annyira sürgőssé teszi, hogy kiiktassuk az atomerőműveket, inkább az a jó döntés. Nem. Egyszerűen ő csak így közölte, hogy nem. És ugye az a legnagyobb probléma ebben, hogy Robert Habek nem klímapolitikus, vagyis nem klímaszakértő, mert klímapolitikusnak klímapolitikus, de nem ért hozzá. Tehát kb. annyit ért hozzá, mint én. Nekem is van véleményem, az ember a józan eszével összerak dolgokat, meg vannak olyan állítások, amiket tudományos tekintéllyel mondanak az embernek, és akkor ezek közül van olyan, amit el tudok fogadni, meg van olyan, amit nem. És ráadásul az, hogy egy olyan dologra, amit még lemodellezni se tud senki, tudományos tekintéllyel rámondják, hogy ez így lesz, az meg szerintem megint csak gyerekes dolog, és inkább óvatosnak kéne lenni ezzel, főleg akkor, hogyha 80 millió németnek fog megváltozni az életmódja, hogyha lekapcsolják az áram szolgáltatást. És mi történik helyette? Nincsen ám semmi, amivel ki tudják pótolni. Marad a lignit, ami ugye tökéletesen környezetkímélő, hogy kőszént az atomerő helyett. Tehát ez egész egy ilyen nagy társadalmi kísérlet, aminek ráadásul semmiféle pozitív kihatása nincsen. Csak annyi történt, hogy egy irodalomtudós meg a barátai létrehoztak egy törvényjavaslatot, amit aztán a sok birka Bundestag képviselő szépen törvényerőre emelt, és most isszák a levét. Csak képzeljük el, hogy mi lesz akkor, hogyha Mohamed meg Ali majd a berlini belvárosban, ugye a muzulmán negyedben, egyszer csak észreveszi, hogy nem működik az áramszolgáltatás. Nincs Netflix, lehet, hogy ezt pont nem nézik, de azért mivel dolgozni nem dolgozik egyik se, hanem a négy feleségre összejön azért a segélyből a megélhetésre való. El vannak otthon, és nincsen áram, nincsen most már a megszokott életszínvonal garantálva, mert hogy valaki azt mondja, hogy túlságosan környezetszennyező. Na most Ali meg Mohamed nem fog oda menni tüntetni a parlament elé, mert ugye ez a kultúra hiányzik belőlük, hanem elő fogják venni a macsetét, és a metróban a legközelebbi németnek látszó polgárt nagyon fogják szúrni, mint ahogy egyébként történik. Több százezres léptékben az egész országban csak úgy ez az egész. Mi lesz akkor, hogyha tényleg ki lesznek akadva? mert nem lesz áram. Na most ez Habeket egyáltalán nem érdekli, mert Habeknek nincsen kapcsolata a német realitással, hanem egy bizonyos szinten ő el van, tök jól keres, meg gondolom, hogy ez az agenda, ez egész jól hoz neki Brüsszelből is még plusz bevételt, és akkor ő és a családja el vannak szeparálva a realitástól. És közben meg az az igazság, hogy a többi 80 millió az meg valahogy majd túlvészeli, mert végül is voltak évszázadok, amíg nem volt áram, akkor is éltek a németek valahogy. De azért majd megnézem én azt, hogy azt a színvonalat, amihez hozzá vannak szokva, azt majd szépen ilyen kispolgári módon ledugott fejjel a homokban, majd hogy fogják elengedni. Szóval nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hova fut ki, és én azt gondolom, hogy szerintem fel kell készüljünk rá, hogy ebből még akár polgárháborús hang is lehet, hát most képzeljék el, nincs áram, mindent árammal tudnak megoldani. A vízellátást, a fűtést, a benzinkúton árammal pumpálják föl a benzint az autókba, tehát minden, minden. Ráadásul ezek az őrültek azt is előírták, hogy 2035-ig már csak elektromos autó tud majd futni Európának az utain. Hát oké, okay de ha nincs áram, akkor mivel fog menni majd? Majd fújjuk meg, hogyha elég gyorsan toljuk, akkor lehet, hogy a súrlódással majd egy kicsit sikerül áramot fejleszteni, és hogyha jó sokáig toljuk gyorsan, akkor még az is lehet, hogy feltölti az akkumulátort. De most komolyan, tehát ezen a szinten működnek a politikusok, és akkor hívőként az első gondolatom az volt, ami az Ézsaiás könyvében van leírva, a harmadik részben az Isten ítélete az az, amikor adok nekik gyerkőcöket fejedelmekül, és gyerekek uralkodnak rajtuk, és nyomorba jut a nép, egyik a másik ellen, ki ki az ő társa ellen támad. Tehát az a helyzet, emberek, hogy ezt így premier plánba látjuk a németeknél. Gyerekek vezetik őket, teljesen agyatlan idióták, akiknek nincsen még annyi sem, annyi tartás sincsen bennük, hogy legalább úgy tegyenek, mintha érdekelni őket a nép, aki odaültette őket. És hát az az igazság, hogy ha a németek nem tesznek ez ellen semmit a közeljövőben, akkor sajnos megérdemlik, hogy ez így legyen. Mert ha nekem nem tetszik valami, akkor én megpróbálom a rendelkezésre álló eszközökkel megváltoztatni azt a helyzetet, és ez a választás, de ugye látjuk, 20-30%-okkal jutnak be ezek az emberek a parlamentbe. Ez is erősen haj az a mi ellenzékünkre, azok is bejutottak valahogy, de közben, hogyha direktben megmérettetnék őket, nem szavazott volna rájuk nagyon senki. Szóval az az érdekes, hogy ez a tendencia uralkodik, és hogyha a zöldek, hatalomra kerülnek más országban, akkor sajnos emberek erre kell számítani, hogy nem a valós problémákkal foglalkozunk, hogy infláció van, meg minden tök drága, meg hogyan fogunk fegyvert szállítani, meg egyáltalán kell-e fegyvert szállítani, meg mit fogunk csinálni. Nem. Lekapcsoljuk az áramot, mert túl sokat pukiznak a tehenek, és akkor, hogyha azt nem bírjuk leállítani gyorsan, akkor lekapcsoljuk az atomerőműveket. Hát köszönjük szépen. Én azt mondom továbbra is, hogy ezt mindenképpen el kéne, hogy kerüljük, hogy ilyen vezetőink legyenek. És az, hogy nem ilyenek, azért megadjunk hálát. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra, holnap még jövök a naphírével, és aztán utána vége erre a hétre, a viszontlátásra, a viszonthallásra.